köszöntünk a József Attila Kör és a Magvető Kiadó közös rendezvényen, amelyre itt az Íróboltjában kerül sor, úgyhogy ezúttal is köszönjük az Íróboltjának a vendéglátást, és üdvözlök mindenkit a digitális kultúrában a halhatatlanság igézetét, ugyanis erről a beszélgetésről a videófelvétel fog készülni. Nem tudom, előtte még a hallótávolságot. Magam Szegő János vagyok, a Magvető Kiadó szerkesztő, és nagy szeretettel mutatom be vendégeinket, beszélgető partnereimet, látom. Hevesi Juditot, aki interkulturális pszichológiából doktorizik, nem? Tessék? Igen, és a holokauszt a kutatási területe, Szűcs Terjét, aki irodalomtörténész kritikus, valamint pont egy könyvet írt a holokauszt magyarországi hatástörténetéről, vagy hatástalansági, irodalmi hatástalanság történetéről, és Várjé György, akit régóta végre most irodalmárként konferálhatunk fel, és nem mint a Magyar Narancs publicistáját, vagy újságíróját, aki irodalomtörténészként egy Kertész Imre monográfiával alapozta meg fényes irodalmári pályáját. És a beszélgetésünk pedig az asztalon látható Huszti Miklós könyv, amelynek az újra kiadása lett ennek a mai beszélgetésnek az apropója. Magam sem csináltam volna jobban. Mielőtt a konkrétan a könyv, és azt beszéltük, hogy én fogok moderálni, ha látszat legalábbis ezt mutatja, de hogyha ti nektek nagyobb kedvetek lesz erre, akkor nyugodtan ragadjátok ki kezemben a mikrofont, nem lesz semmi akadálya. Felvezetőkörből arra gondoltam, hogy beszéljünk általában arról, hogy a holokausznak milyen irodalmi esztétikai reprezentációi lehetnek, pontosabban, hogy melyek voltak számotokra, és ez direkt egy szubjektív kérdés lesz, mondjuk a legrelevánsabb, legkatartikusabb, kvázi legautentikusabb. Persze mit jelent itt az autenticitás? Alkotások ezzel a történelmi traumával kapcsolatban, akár regények, versek, műalkotások, filmek, úgyhogy nem tudom, melyikőtől kezdeni ezt a sort. Gyuri. Igen, ugye, udvariatlanság ugyan nekem belefog, de határozottan kértek a többi résztvevők, hogy tegyek így ez a mentségem. Lehet engem hallani, működik a mikrofon, vagy jó, akkor figyelni fogok. Hát amennyiben ez egy vallomásos nyitány lesz, akkor nekem egy elég érdekes történetem van, azt hiszem ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis remélem, hogy nem csak számomra érdekes, de rövid leszek. Az első olyan könyv, amelyik valamilyen módon közvetítette nekem ezt a tapasztalatot. Ez egy olyan könyv, amit azóta újra olvastam, és meglehetősen rossznak találok, de akkor elementális hatással volt rám. Ez Moldova gyereknek a Szent Imre indulója. A 12-3 éves koromban tökéletesen lenyűgözött, és borzasztóan át tudtam élni a dilemmáit. Talán van, aki emlékszik önök közül, hogy a fiatal emberek az osztályban arról beszélnek, hogy a Wehrmachtnak a harckocsiai, meg a Luftwaffe-nek a repülőgépei, meg a tigristankok, és így tovább. Hát, hogy azok mennyire vagányak és férfiasak, és milyen lehet azokat vezetni. És ugye nyilván a Miklós, ha részt akar venni ebben a kamasz fiúknak ebben a tevékenységében, de hát ugye nem lehet részt, hiszen ő ugye eleve nem jöhet szóba, mint egy tigristank lendő vezetője, mert zsidó. És én ezt mérhetetlenül át tudtam érezni ezt a problémát, mint valószínűleg minden kiskamasz. És ez volt az első olyan tapasztalat, ahol a saját aktuális nyavajáim, meg a nagyszüleimnek a meséi a munkaszolgálatról, meg a deportálásról, azok valahogy mondjuk közösen tudtak artikulálni, lódni ebben a könyvben. Ez azért nagyon érdekes, mert rossz könyvek is lehetnek rendkívüli hatással ránk. Aztán a radikát elkezdett foglalkoztatni a sorstalanság után, amiért az én egykori pályám mellett az életemnek is nagyon fontos pillanata volt, amikor elolvastam, nagyon sokszor egymás után nagyon nehezen értettem meg, és nagyon foglalkoztatott, és mindazok, akiket, tehát az engem máig meggyőz, akiket Kertész ihletőinek tekintett, a Primo Levi, a Jean Emery néven publikáló szerző, illetve mindenek előtt Tadeusz Borowski novellái, a magyarok közül pedig Szép Ernő, aki azt hiszem, hogy a látszat ellenére egészen kivételesen radikális poétikával viszi színre. Borzasztó nehéz erről beszélni, mert ugye mit is, tehát hogy a tömeggyilkosság, a szisztematikus szervezeti tömeggyilkosságot, illetve azt a szegmensét, amelyikre ő
neki módja volt rálátni. És persze nyilván formálták radikálbalos esztéták, meg művészetfilozófusok is, ahogy ezt láttam, erről majd a terülőkkel többet fog beszélni, nyilván elsősorban hát vagy nem. De lehet, hogy tévedtem, és nem fog ilyen megjegyzéseket, tehát nem teszek. Elsősorban nyilván Teodor Adorno azt, ahogy látom a kérdést. És akkor most azt hiszem, hol valóban kellett kezdeni. Bocsánat, hogy egy ilyen konfesszióra kényszerítettelek minnyájótok, csak gondolom, hogy bensőségesen válik talán az egész. Én inkább arról beszélnék, ami most talán nem vagy nem annyira rögtön változóban, a határozóban kapcsolódnék hozzá a kertészet egyértelműen, a kertész életmű sorstalanságokkal is. Egyébként, ami most nagyon friss és nagyon erősen meghatározza a holokausztról alkotott képemet vagy gondolkodásomat, az a Lanzmann Show filmje. Ezen kívül mondjuk a Dieter Schlezák, Capesius, az Auschwitz-i patikus, ami azért sok tekintetben hasonlóságot mutat a Liszi kötettel, sok tekintetben pedig egészen más. És ott különösen az identitás, a nemi identitás kérdése, ez ami nagyon foglalkoztat abban a könyvben, és hát még azt hiszem, hogy Cellán. Nem tudok újat mondani, nekem is a sorstalanság és Cellán, mert hogy olyan versek, meg olyan regény, ami az ábrázolás módjával is a lehető legtöbbet mondja el a holokausztról számomra. Amivel ezt kiegészítem, az most egy ilyen frissebb tanítási tapasztalat, de képzőművészeti, vagy ilyen esztétikai, hogy megnéztük egy órán a kortárs, vagy a kortársnál egy hajszállal már kevésbé friss képzőművészetnek a holokauszttal foglalkozó izgalmas műveit, meg az erre vonatkozó szakirodalmat, és a mostani diákoknak úgy tűnik, a provokáció az nagyon-nagyon izgalmas. Tehát érdekes volt nekik a Liberának az Auschwitz Lego projektje, ez amikor erről megjelentek a tudósítások arról a kiállításról, ahol ez a mű felbukkant, akkor, ha jól emlékszem, ez óriási hullámokat vetett itt is. Érdekes volt nekik a Ram Kácírnak a holokauszt kifestőkönyve, és a legújabb dolgok közül én irodalmár vagyok, annyira ehhez nem értek, de egy kicsit megnéztük velük egy órán a Zmijewskinek azt a döbbenetes és fölkavaró és hát botrányos projektjét, amikor újra tetováltatja egy túlélőnek a számát. És nagyon kreatív módon háborodtak föl a diákok. Tehát egyfelől nagyon, nagyon szép és nagyon hiteles reakciókat adtak arra, hogy ez miért egy lehetetlen műalkotás, de a fölháborodásukban benne volt ennek a projektnek egy nagyon finom és kidolgozott értelmezése is, hogy ez közben miért készült el egy kortárs művészeti, képzőművészeti projektként. És nagyon érdekesnek találták a Zmijewskit, mint gondolkodót. Úgyhogy ezek talán az ilyen frissebb dolgok, amit bennem vannak. Mivel én inkább a tanítványait generációhoz tartozok, és konkrétan a tanítványa is vagyok a Terinek, ezért erre egy picit még reagálnék, hogy szerintem, vagy ami nekem még szintén egy ilyen nagyon megindító projekt volt, a maga persze kérdéses és nehéz voltában, ez az Auschwitz Discord, Live and Survive. Szerintem az még, és bocsánat, az előbb említettem a Dieter Schlezák könyvét, és igen, nagyon fontos, hogy elhangozzon, hogy aki a leginkább megfogott abba a könyv, ez a Salamonella tanulvallomásait, tehát ezt a nevet szerintem volna elhangzik most.
magamnak is felteszem a kérdést. Most pedig válaszolok is, én egy filmet mondok, egy régebbi magyar filmet, a Jobb lázadását, ami eleve felveti annak a kérdését, hogy mit tekintünk magának a holokausznak, hogy ez a film egy eléggé kevésbé ismert, de szerintem nagyszerű film, ami annak a tűpontos dokumentálása, hogyan egy tiszamenti falunak az öreg zsidó házaspárja, miután 7 gyerekét elvesztette, örökbe fogad egy keresztény kisgyereket, kisfiút, és úgy íratnak mindent a kisfiúnak a nevére, és úgy nevelik, hogy ha ők elmennek, akkor majd a gyereké legyen a föld, meg a minden, ami ott van, és úgy is nevelik, hogy majd egy nap mi el fogunk tűnni, és akkor nektek, neked ott kell maradni, és akkor le is tagadják a filmnek a végén, amikor viszik el őket, akkor megtagadja gyakorlatilag a jó papit Zente Ferenc alaki csodálatosan, és az utolsó kép az, hogy ott keresi a messiást, és keresi a szüleit a kisfiú, és ez itt véget is ér. Nekem ez mondjuk az egyik legerősebb dolog, amit így nehezen tudok sírás nélkül persze megnézni, de most megállom, hogy elsírjam magam. Fókuszáljunk a könyvre. Terhi és Judit is olyan projekteket emlegetett, amelyek mostanában napjainkban próbálnak valamit kezdeni ezzel az egész dologgal. Nyiszti könyve a másik végpontja ennek a történetnek, hogyha ráfókuszálunk konkrétan, hogy 1946-ban vetette papírra Nyiszti Miklós Nagyváradra hazatérve, visszatérve beszámolóját. A könyvnek az első címe az, ami a mostani magvetős cím is, Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban. Hát szerintem a névelőn kívül, tehát ez a legszörnyűbb cím, amit én valaha könyvborítón így olvastam. Tehát az mondjuk, amivel egyedül úgy ki tudok békülni, egyébként csupa rém dolog. Aztán az 1960-as években Orvos voltam Auschwitzban címmel is megjelent Bukarestben, ez egy kicsit, mintha tompítaná mondjuk, bár amennyire persze ezt lehet tompítani, és 2004-ben a magvető kiadó egyébként Kertész Imre tanácsára, aki ezt a könyvet nagyon fontosnak tartja, adtuk ki újra, és ez most már többedik utánnyomása a könyvnek. Mit tudunk kezdeni ezzel a történeti kontextussal? Ugye nagyon izgalmas megnézni, hogy kik azok, akik rögtön utána tudnak kezdeni valamit ezzel a traumával. Gyuri már említette Borowskit, de itt van Vladislav Szpilman eset, aki egy nem túl jó regényt írt, azt hiszem a Roman Polanski film és a könyvnek a hiteles személyessége mondjuk fölülemelkedik magán a regényen, egy varsói zongoraművésznek a történet, aki szintén rögtön utána írta meg. Tehát tudunk-e valami tipológiát felállítani ezekről a szövegekről, amik rögtön utána születtek meg? Mennyire fontos ez a szempont? Azt szokták, megint felkérésre nyomással beszélek csak, először azt szokták volt mondani, hogy ez egy meglehetősen bevett közhelye az erről szóló beszédnek, hogy ugye van ez a legelső hullám, ahol egyébként a Szépernőt is említettem, de mondjuk ma a magyar tanúk közül, akik egyébként szépírók, ugye ebben hát többek között ebben különböznek Nyiszti Miklóstól, mondjuk Zsolt Béla is megemlíthető, de rengeteg tanúvallomás született. Ekkoriban van egy ilyen nulladik kör, és ugye, mint tudjuk, utána a hallgatás évtizedei viszonylag hosszan, amíg megindul az első, vagy pontosan az első vagy második hullám. És ezeknél itt ugye különösen világosan, egy nem szép író szerzőnél, a dokumentáló igény, tehát a tanúságnak az igénye az nyilvánvalóan borzasztóan erős. Ja, annak ellenére egyébként ilyen szép előben az a legdöbbenetesebb, hogy a hangvételét tekintve, aztán nem fogok erről már beszélni, igen. A hangvételét tekintve egy csomó minden visszaköszön mondjuk a Lila Ákácnak a stílus jegyeiből. Ami tekintve ugye, hogy a munkaszolgálatáról szól, ez valami egészen radikális döntés, miközben ugye látszólag mondjuk a Szépernőnek szokott hangjában olvassuk a szöveget. Ugye ez a szöveg, hogy rátérjek, ez egészen nyilvánvalóan a dokumentálás igényével készült. Ugye ez a cím, ez egy jegyzőkönyv cím. Tulajdonképpen maga a gesztus, amivel úgymond címet ad, valójában rögzít. Ez a szöveg az ugye nem más, mint egy jegyzőkönyvcím, és úgy is pozícionálja magát, ez többé-kevésbé szerintem helyes értelmezés, hogy ő nem szép író, ő egész egyszerűen tanul. Ő semmi más nem akar, mint egy olyan kivételes helyzetet dokumentálni, amilyen kivételes helyzetben nagyon kevesen voltak, beleértve azokat is, akik a holokauszt átélői voltak, azok közül is, és nem csak a holokauszt, hanem ugye konkrétan a megsemmisítő táborok túlélői közül is egészen kivételes helyzetben volt, ő jutott a legtovább azon az úton, hogy mondjam, a legmélyebb tanúságig,
ugye a legutolsó pontig, ahonnan egyáltalán akár csak elméletileg is el lehet képzelni visszafordulást. Ugye az világos, hogy a gázkamrákból nem jöttek ki műalkotások a dolognak a biológiai lehetetlensége miatt. Vagyis tényleg az emberinek egyáltalán, az emberinek úgy értem, hogy fizikailag egyáltalán elgondolható, legszélsőbb pontról érkező, egészen kivételes tanúság ez, és ami érdekes benne, azok nem azok, hogy ezek az egyébként iskolázott mondatok, egy iskolázott Bildungsbürger, egy nagyvárosi német, ugye ez segítette hozzá, tehát ez tette lehetővé számára azt, ami megtörtént, talán egy nagyszerű német tudása volt. Szóval, hogy egy ilyen polgárnak a beszámolóit kapjuk viszonylag iskolázott irodalmi nyelven, amelyik minden mondatban azzal szembesül, hogy a legvégső és legartikulálatlanabb, hatatlanabb tapasztalatokig kellene eljutnia, és folyamatosan azzal szembesül, hogy nem bír vele, és az nagyon érdekes, ahogy kényszeresen és valószínűleg tudattalanul mint egy mintákat választ magának, hogy megkönnyítse a saját elbeszélését a beavatódástól, egészen a Jeremiádig vagy a Zsoltárig menően, majd erre próbálok példákat mondani, tehát tulajdonképpen az a küzdelem, amelyet egy, hát ez nagyon fölényeskedő, nem mondom azt, hogy naív, szóval amelyet egy olyan dokumentális hajlam érez, amelyik nem kíván foglalkozni reprezentációs problémákkal, teljesen nyilvánvalóan semmi nem érdekli ennél kevésbé, és ahogy egyszerűen nem tud nem beleütközni, hogy a nyelv mindenféle humanista előfeltevései egész egyszerűen nem engedik a szervtelen pontos jegyzőkönyvi beszámolót megszületni arról, hogy hogyan zajlik az ipari méretű, szisztematikus, jól eltervezett, rutinos és kördülékeny a meggyilkosságnak a folyamata, hogy erről nagyon nehéz, hogy mondjam, korlapot írni. Judit? Igen. Jó. Hát, hogy most több minden is eszembe jutott ilyetem. Az első, ugye nyilván már ott kezdődik, hogy a nyilatkozatra is utaltál, nem? Hogy ott már egyből azt, hogy nem író, orvos voltam. A doktor Nyisztén éven, amit egyébként eleve, mert Dr. Jókai Mori egyébként a Jókai regények előszava, de és a Dr. Jókai Mori néven publikálja a regényeket. Igen, igen. És hát ugye az már egy nagyon megrendítve, vagy megrázó, szerintem rögtön a nyilatkozat eleje, hogy alulírott Dr. Nyiszli Miklós orvos, és ugye utána a tetoválási szám. Tehát hát azért ez szerintem egy nagyon, nem tudom, számomra kicsit nehéz is erről beszélni, mert ez számomra nagyon nehéz volt szembesülni, hogy valaki, persze értek, hogy 46-ban, de ez az identitása, tehát hogy így ír magáról, hogy Dr. Nyiszli Miklós, és a neve után rögtön a szám, tehát azért ez egy borzasztó identitás kérdés szerintem, csak ezt szerettem mondani. Én azt gondolom, hogy az elképesztően fontos, hogy az, hogy ő írni fog, az eldőlt Auschwitzban már. És igen, így jönnek az új balosok, hogyha az Agamben például egy kicsit is ebbe a kategóriába sorolható. Tehát most érdekes gondolatfutamokat találhatunk a holokausztal foglalkozó filozófiában arról, hogy a tanúság az hogyan lett elképesztően fontossá, nyilvánvalóan elképesztően fontossá a holokauszt során, hogy mindenki írt. A Lódzi gettóban egy óriási archívumon dolgoztak, a Varsói gettóban elrejtették, a Nyiszli megírja, hogy az onderkommandósok is hogyan rejtettek bele egy ágyba, amit a Ober, nem tudom, mely, köszi, Tisznek a számára készítettek. Tehát, hogy a dokumentálás az, mivel a túlélés semmiképpen nem látszott lehetségesnek, mivel az egész szisztéma úgy volt kitalálva, hogy emlékezni se lehessen semmire, ezért volt ugye az Onderkommandónak a 4 hónaponta való
kiírtása is annyira fontos, tehát hogy erről, ami a gázkamrák körül történik, semmi nem maradjon fenn. Szóval nyilvánvaló volt, hogy azok, akiknek így alakult a sorsuk, hogy ők viszont a gázkamrák körül és a gázkamrákban dolgoztak, ők ezen gondolkodtak, hogy hogy lehet ezt dokumentálni szövegesen, és ugye az a pár fotó, ami kikerült Auschwitzból, az is a Sonderkommando konspirációjának köszönhető. Tehát én azt gondolom, hogy a Nyiszli amúgy is magát, főként a Sonderkommando egy speciális tagjaként definiálja. Tehát, hogy az ott eldőlt, hogy ő írni fog. Ahogy az is eldőlt nyilván egy csomó túlélőben, hogy ők írni fognak utána. Én azt is érzem a szövegben, hogy amellett, hogy eldőlt, hogy ő tanul lesz, és dokumentálni fog, és elmondja azt, amit senki sem mondhat el rajta kívül, amellett az is történhetett, hogy neki volt valamiféle narratív struktúra azért a fejében. Tehát, hogy valamiféle irodalmi strukturáló tudás van a Nyiszliben. Én ezt egy regény formátumú könyvnek tartom, a legizgalmasabb regénynek, amit valaha olvastam, az a borzasztó, hogy ennek... Igen, hogy ez igaz. Pontosan. Nekem a Gulliveriáda jutott az eszembe olvasva, most nem akarok blaszfemikusan, de tényleg olyan végig tekinti ezt a világot, mint hogyha tényleg egy úti rajz lenne, vagy a Karintinak az utazás a koponyám körül egyébként annak a beszámoló jellege. A Gyuri mondta jegyzőkönyv gyakorlatilag a saját történetének a boncolása, a saját ottani, saját életének a boncolása, ugye? És arról, hogy beszéltünk, hogy új nyelvet kell találni a holokauszhoz, az érdekes, hogy itt egy régi nyelv tud működőképes lenni a maga szemtelenségével, orvosi precizitásával. És rögtön a 11. oldalon, bocsánat, van ez a mondat, orvos számára ismerős szaga, ez égő emberhús akrolein árasztó szaga, akár csak a dögfagyúból készült templomi gyertyáké. Tehát itt ez a humanizmus ráadásul alapvetően egy klinikai humanizmus, ha úgy tetszik. Tehát neki az dögszag vagy emberszag az akrolein, én azt nem tudtam micsoda, most már tudom. Tehát amit mondtál Gyuri, az elegészíteném ki, hogy ő ezt az egészet egy biológiai struktúrában is látja permanensen. Gyuri? Ennek a ellentétét szeretném idézni, mivel én meg pont az ellentétét és a regényként való olvasást láttam meg, amikor azért ilyen mondatokat találok, hogy pokoli tűzjátékot rendeztek a világ epiromániásai. Tehát azért ez úgy... Igen, meg a pokol metaforája, ami megint a sorstalanságot juttatta az eszembe, hogy a villamosan utazó Kövess Gyurit faggatja az újságíró, és Kövess Gyuri mondja, hogy a pokolban ugyan nem volt, csak Auschwitzban, aztán meg Buchenwaldban és Zeitzben. Nyitott pedig mégis a pokolt rögtön a 10. oldalon, előző én iskolásan az egyik dolgoztam. A 10. oldalon hozzá is többször visszatér a tűzön és a lángon keresztül. Érdekes megfigyelni, hogy alap toposzok, amik alap metaforái lettek ennek az egész diskurzusnak, talán itt íródnak le először, vagy egymástól függetlenül ezek a képek, ezek a képzettársítások itt íródnak le először. Ahogy ez az orvosi indulata is nagyon jellemző, hogy a Mengelével többek közt az a baja, hogy egy vajákos áltudós és egy pseudotudományt művel, tehát nem az, hogy egy tömeggyilkos, hanem az, hogy lejáratja gyakorlatilag a tudománynak azokat a számára örök evidenciának tartott értékeit is, amiért ott is a pokol mélyén, hogy én is a pokolba visszatérjek, mint metafora, pokol mélyén is nap mint nap dolgozik. Judit? Akkor tehát két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy felvetetted ezt, hogy mégis egy ilyen, hogy autentikus 46-os mű, tehát ez még a holokausz boom előtt, hogyha használhatom ezt a kifejezést születi, nyilván nem. És igazából arra szerettem volna még reflektálni, hogy talán azért az megfigyelhető, amit például Teri is említett még, hogy mennyire ott hiszem már a művészetben ugye ez ilyen új, vagy ilyen kicsit polgárpikkasztó dolgok azok, amik mostanában a fiatal, de ezt én abszolút látom a körülöttem lévőkben is, hogy ez nagyon fontossá vált, tehát hogy újra egy ilyen a holokausztal való foglalkozás, mondjuk az én kortársaimat is egyre inkább elkezdi foglalkoztatni, és szerintem ez nem véletlen, és ezért is nagyon fontos, hogy erről a könyvről is beszélünk. Vagy például a Didi Übermann által
közé tett ugye dokumentumfotókról, mert hogy azért azt látjuk, most ezt nem aktuál politikaként mondom, hanem általánosabban, hogy azért ez az identitás küzdelem, ez szerintem egyre inkább külső erőkből és az egész világban fontos, tehát a gyökereknek a keresése, és szerintem most ez történik, hogy a második, hát már inkább harmadik, negyedik generáció is megkeresi a gyökereit. És ezért az autentikusításhoz van egy szemes. Én csak azon gondolkoztam, hogy igen, ez nyilván hozzátartozik ez a dokumentáló munkához. Az a kötelességtudat, szakmai kötelességtudat, amelyet őt vezeti, illetve az a nyelv, amelyet ehhez megtalált, tehát hogy a Kuma Ismének a felállítása, ez a fajta dokumentálási igény, de hogy közben ő is szembesül folyamatosan, hogy azzal a borzasztó egyszerűen megfogalmazható dilemmával, hogy hát, hogy mit mondjam, hogy kulturális tudásunk szerint nem szokás az embereket vinni jó számra, hogy mondjam, tehát, hogy kiirtani, és előtte ugye ez alapvető előfeltétel, tehát mindazt megtagadni, amit az emberi lényről szoktunk volt tudni, és amelyről konszenzus szokott volt lenni közöttünk, és hát ugye azzal szembesül, hogy hát ez tulajdonképpen tökéletesen hihetetlen lesz. Ugye ő maga is rögtön az elején, hiszen szembe megy mindenféle olyan, hogy mondjam, kulturális készlettel, hogy helyesen-e vagy önbecsapás miatt, ez most más kérdés, de úgy tudjuk, hogy az ilyesmi az nem szokás. És amennyiben úgy tudjuk, hogy az ilyesmi az nem szokás, akkor hajlani fogunk arra, hogy hát nem, hát ilyen nincs. Magyarul arra, hogy kétségbe vonjuk a szavát, hogy a szó nagyon gyenge. Ebből kifolyólag nyelvi problémaként kényszerül ez a nyilván nem különösebben nyelvileg, nyelvfilozófiailag reflektált szerző, egyszerűen kényszerül arra, hogy felvesse magának azt a problémát, hogy civilizációs konszenzusokon kívüli dolgokról számol be, és ehhez semmilyen más eszköze nincsen szemtanúságán, vagyis a saját személye hitelén kívül, tudnélik, hogy ő a saját szemével látta. És ugye mindezt hajlamos részben szakmai etikai, részben személyes etikai problémaként felvetni, ami azért nagyon érdekes, mert mindaz azok között, amit ő látott, hogy mondjam, a szakmai etosza az nem rendült meg. Ez szerintem egészen részben egészen triviális, mert már nagyon-nagyon vulgár pszichológiailag szólva valamibe kell kapaszkodni. Részben viszont egészen megdöbbentő. Tehát, hogy az, amit ugye a Jani is utalt, hogy egyfajta szakmai fölényt érez, és nem a szaktudása fölényét érzi, hanem a, hogy mondjam, az etosz fölényét érzi a Mengelével szemben. És ez tulajdonképpen kitart, és ebből az etikai... Világos, és ebből az etikai alapállásból születik maga a késztetés leírni, amelyik folyvás szembesül ennek a dolognak az érvénytelenségével, amivel egyébként tényleg a legegyszerűbb, mondjam, a legkevésbé megkomponált, ugye borzasztó frivol dolog erről így beszélni, beszámolók, tehát az én nagymamám is mindig azzal arra reflektált a beszámolói közben, hogy hát ez olyan mértékben ellenkezik a hétköznapi tapasztalattal, ami vele történt, hogy hát, hogy így zavarban van, mert az van, hogy tényleg ez történt, csak hogy ez borzasztó nehéz, hogy mondjam, olyan fajta trivialitásra tenni, mint amilyen neki volt, aki ott volt. Ugye egészen ugye a tökéletesen egybecsengő záró mondatokig rengeteg holokauszt prózában, ugye az a zárja a szép erdő elbeszéli, hogy if you won't remember, if you won't forget, hogy amennyi, ha akarsz, emlékezz rá, ha akarsz, felejtsd el, ha akarod, felejtsd el. Ugye, és ugyanezen töpreng a Kövesgyói, ugye az utolsó mondat az az, hogy ha csak magam is el nem felejtem, vagy az utolsó félmondat, és így tovább. És ugye ezzel a problémával mindenki a legközvetlenebb módon, ha úgy tetszik, bármiféle filozófián innen szembesül rögtön 46-ban, és ebből a szempontból érdekes az, hogy ő maga is folyamatosan kényszerül azzal szembenézni, hogy egyetlen szövetségesen van a nyelv,
és erre bármikor vállalt lehet vonni, hogy megnyilvánhatunk. Mondom, még a történet elején vagyunk, bocsánat, amikor brutális jelen időben, de ezt írja, ha egyszer mégis szabad lennék, és elmondhatnám, amit itt látok, vajon ki hinné el nekem, az elmondott vagy leírt szavak senkinek sem juthatnak elképzelést arról, ami itt történik. Hiába való erőlködés talán, hogy a látottakat agyammal lefényképezzem és emlékezetembe véssem. Ugye ezt amikor leírja, akkor már tudjuk, hogy ő szabadon írja, és arra számít, hogy ez majd utána hiteles tanúságtételezne, mert közben ő is tisztában van ennek az abszurditásával, ez megint nagyon sok más holokauszt szövegben visszatérő motívum. De igen, én azt akarom mondani, hogy az, hogy elmondhatatlan, kvázi így lehet azt, amit a Gyuri mondott, tehát hogy összefoglalni egyetlen szóban. Elmondhatatlan az, ami azzal megtörtént, aki megérkezett mondjuk a rámpára, és túlélte. De a Nisli három rétegét is átlátja az auschwitzi rendszernek és az auschwitzi tapasztalatnak. Ugye az első, tehát ő átlátja, hogy hogyan működik a tömeges pusztítás, és ő maga ekként is kerül életveszélybe az elején, és izgul a feleségért és a lányáért. A második tapasztalati szint, amit átlát, és benne van, az a Sonderkommandónak az elképesztő világa. Van olyan értelmezés, amiben azt mondják a holokauszttal foglalkozók, hogy a legiszonyatosabb bűnt azt a Sonderkommando tagjai ellen követték el. Tehát az, hogy az ember a saját kezével, akár a saját rokonainak a holttestének az elégetéséről és feldolgozásáról gondoskodik. Szóval nem, én se találok szavakat. És hát a Judit említette a Lanzmannnak a Shoah című filmjét, ami az a mű, amelyik előhívja a még megszólítható Sonderkommando tagokat, és döbbenetes, amit ők elmondanak arról, hogy ez mit jelentett. Tehát feldolgozni a holtesteket. És a harmadik réteg, amit a Nisli lát és benne van, az pedig az orvosi és az eugenikus, a kutatói perverziója a nácizmusnak, ami Mengele személyében testesül meg itt. Amiközben egy olyan elmélet, ami az egész Endlösungot táplálja. És az itt akcióba lép. Végre működnek a lágerek, végre lehet egyszerre meghaló, egyszerre megölt ikreket boncolni ahhoz, hogy az öröklési folyamatok vizsgálhatóak legyenek. Tehát az az emberi test, ami a krematóriumban egy ilyen feldolgozni való tárgyá válik, az közben ebben a náci orvosi logikában, ami egyébként tehát a központosított professzorokkal, kutatóintézettel megtámogatott intézmény volt. Tehát ott pedig egy boncolható, szétvágható, stb. Kutatási anyaggá válik. És ezt is látja Nisli. Tehát tényleg egyfelől az a döbbenetes, hogy neki, mint a Sonderkommandóval együttműködő embernek minimum kétszer meg kéne halnia a saját története során. Tehát elképesztő, hogy azért, mert ő a Mengelének a jobb keze és a játékszere, és a kedvenc szakembere lesz, ezért ő mindent túlél. És másfelől az is elképesztő, hogy működésében mindent lát, és effektíven mindent csinál, ami az a meggyalázott, megalázott, felszabdalt emberi testekkel történik Auschwitzban. És ettől is elképesztő és egyedülálló ez a mű. Ja,
sorsával rögtön az elején szembesül meg az élet lehetőségeivel, és a sorsszóra fölfigyeltem olvasás közben. Azok után, amiket a bankrablótól hallottam, nem elégedetlenkedem sorsom fordulásával, volt bátorságom megerénye jelentkezni, így korrigáltam a sorsot. Ugye egyrészt van a sorstalanság, mert pedig annak a lehetőség, hogy valaki korrigálni is képes a sorsát, az más kérdés, hogy milyen áron. És amikor szerintem ezt a könyvet ő megírja, gyakorlatilag ezeket a pontszorásokat újra performatíve el kell végezni, ami szintén egészen embertelen lehetett. Tényleg megírni azt, hogy hogy beszélget valaki, valakinek aztán 5 perc múlva kiveszi a szívét meg a máját. Igen, Mengeléről. Hullák százait nyitottam fel a magát lángésznek vélő, csendesen őrjöngő orvos parancsára, milliós tömegek gáz és mágia alálából akart hasznot húzni egy hamis teóriákra épített áltudomány. Mégis akartál valamit mondani az előbb, Judit, bocsánat, nem? És a toposzokról. Igen, hogy hát nem véletlen azért, én nagyon kerestem, hogy a világban jelent meg egy sorozata, a Tanú voltam Nürnbergben címmel, ha jól emlékszem. Ezt egyszerűen feladtam a keresést, ezt bevallom, mindenkinek nem tudtam elolvasni, egyszerűen hát ha beírják esetleg a keresőben, meglátják, hogy mit találnak, egy ilyen borzasztó valami új antiszemita propaganda, és egyszerűen nem lehet köztem megtalálni. És ez engem nagyon elszomorított és felháborított, és egyébként igen, de hát a tanúság is, tehát hogy önmagában azért is, ahogy a vonatút ugye eleve, meg hát tényleg, ahogy mondod, végül is minden toposza az itt jelenik meg, ettől is válik szerintem, tehát hogy nem véletlen lesz ő az, aki miatt, tehát hogy az ő tanúvallomása alapján ítélik el a muszfeldöt, igen. De egyébként van egy, csak hogy egy ellen, egy másik példát is említsek, egy könyv, amit szintén most olvastunk, az a Ruth Krügernek a Walter Leben könyve, ahol viszont az nagyon jó, hogy ezeket a toposzokat ő megtöri, és ő arról beszél, hogy akkor képzeljük el azt, tehát hogy van, amit már tudunk. És akkor képzeljük még elé azt, hogy ő például úgy tanult, tehát hogy egész konkrétan olvasni zsidó ellenes feliratokon tanult meg. És hogy ezeknek a, tehát hogy ez mintha bővülne egyre, nem? Tehát hogy ugye, hogy alakul. Bővülnek ezek a motívumok. Azáltal, amit ez az könyv is kiemel, hogy azokból a ritmusokból tanult meg. És mit szóltak a Mengele portréhoz, ahhoz, ahogyan a Mengelét igazából ábrázolja, ritkán értékminősíti, de ott van egy-két egészen bizarr leírás, én mazsolás kedvemben voltam, és mazsoláztam egyet, de előtte megkérdezlek titeket. Az, amit felolvastál, az szerintem az egyik legfontosabb rész, ami ugye, hát hogy úgy mondjam, ez egy ilyen outlayer, egy felvilágosult fölény, a Mengelének tévesek a premisszái. Mint hogyha, tehát hogy ezt mondom, hogy ez az, ami döbbenetes és teljesen feladhatatlan, mintha nem volna a szisztematikus tömeggyilkosság esetén tökéletesen indiferens, hogy teoretikusan már úgy értem orvostudományilag helyes vagy helytelen premisszákról indul ki. Ez szerintem a legzavaróbb, a leglenyűgözőbb, a legzavarba, egy több és a legérdekesebb. Bizonyos értelemben nyilván, hogy mondjam, a megőrzött méltóság tekintetében nyilván nagyszerű dolog. De ugye az, hogy az eugenika premisszái és ezen belül ugye Mengele doktor premisszái tévesek, ez igazolja azt, hogy úgy mondjam, hogy ugye az, ami történik, hogy az embernek a kutatási, az emberi testnek a kutatási célra való eszközzé tétele, hogy ez helytelen. Ugye, mi volna akkor, amennyiben mondjuk az eugenikának a tudományos előfeltevései helyesek volnának? Végül is ugye tényleg tisztább módszertani kérdés, minden további nélkül elgondolható volna, vagy akár elgondolható. És azért ez az, ami, tehát ezzel valószínűleg a nyiszli szegény, aki mondom, tehát aki a saját méltóságát, azt lényegében, részben a, hogy mondjam, a tudomány hitében tudja megőrizni, ez egy meggyőződéses aufklérista ez az ember, aki ugye folyamatosan szembesül azzal, hogy nem jelent semmit. Mindaz, ami gondol, a szó legpraktikusabb értelmében nem jelent semmit, mondjuk az, hogy az ember nem tehető eszközzé, hanem mindig csak cél lehet, és ugyanakkor mégis fenntartja a fölénynek azt a
hogy mondjam, azt a segélyegyenesét, hogy jó, Mengele téved. Hogy ehhez kapcsolódva, hogy amikor abban van abban a szerencsés szót, nem fogom használni, abban a furcsa vagy kivételezett helyzetben, hogy egymás után 14 ikerpár lemészárolt holttestét ugyanabban a pillanatban boncolhatja föl, megállapítja, hogy ez olyan adott olyan szituáció, amivel még soha nem volt dolga, mert nem is lehet, mert az ikrek általában ritkán vannak meg egyszerre, kívül, hogy egy megsemmisítő táborba vezet a sorsuk, és érted, amit megmondani próbálok, hogy tisztában van az, hogy ő most zicserben van, mert olyan tehet, igen, tehát ő most ott mirigyeket találhat, meg nem tudom miket, amiket eddig más nem tehetett meg. Ez nagyon becsületes, hogy ez az, tehát ugye nyilván volt egy nagyon erős lélektani késztetés ennek a rögzítésére, de ez egy borzasztóan becsületes, másrészt borzasztóan becsületes és önkínzó munka, ugye ez tulajdonképpen vallomás. Mármint arról, hogy ez az ember, hát akárhogy is nézzük, ezeknek a kísérleteknek egy nagyon fontos asszisztense volt. Mint ahogy te, ugye, ahogy a Borowskivel szexik egy katolikus szerzőművel, nem fog eszembe jutni a neve arról, hogy ezeket nem lehet az emberi, hogy mondjam, az emberi heroikusság nagyszabású példázataiként elmondani a túlélés történeteket. Mindenki, aki hazajött, mondja a Borowski beleértve természetesen őt magát is, szükségszerűen meglopta a másikat, azon egyszerű oknál fogva, hogy aki nem lopta meg a másikat, az nem jöhetett haza, az ott maradt. És ugye ez rengeteg ilyen túlélő lelki furdalással lehet találkozni lépten nyomon. Mindegy, ezek tényleg borzasztó szívfájdítóak, ezekről nem akarok beszélni. Ugye az állandóan visszatér, ez például közös volt a Székely Magdában, akit szintén nagyon szerettem költőként is meg személyesen, meg a nagymamámban. Ugye az édesanyjuk érezett lelki furdalás, akik nem voltak felelősek semmilyen értelemben a haláláért. Tehát ugye egyfajta olyan lelkiismeret furdalás jött létre attól, bűnösségtudat, hogy valamiképpen, ugye, ahogy a Kölös Gyuri mondja, mindenki lépett egyet, közeledve a Mengeléhez, ami nyilván teljesen abszurd és irreális. De másrészt meg tökéletesen érthető, és az, ami itt történik, az ugye valóban annak a kíméletlenül, hogy mondjam, a több boncoló dokumentálása, hogy én hogyan voltam Mengele doktor asszisztense. Tehát ez a legháborzongatóbb vonatkozások egyike a szövegben, ez a fajta tudományos közreműködés. Én teljesen egyetértek, azt akarom ebből aláhúzni, hogy a Mengele nem tudta volna annyi színért, hogy végigcsinálni a dolgot. Tehát, hogy tényleg a jobb keze volt. Tényleg az a kéz, ami boncolt, és az agy pedig a Mengele volt. És egy nagyon intim kapcsolat alakul ki köztük, és a Nyiszli becsületesen, vagy nem biztos, hogy jó ide ez a szó, leírja azt is, amikor elköszönt tőle a Mengele, mert nagyon megérinti őt, hogy milyen szép munkát végez a Nyiszli. Én nem akarok, de szeretnék a Sonderkommandónak a helyzetén lovagolni. Tehát a Sonderkommando az Sonderkommando túlélői azok az emberek, akik valóban a túlélő bűntudatát testesítik meg azért, amit csináltak. És ők egy ilyen elképesztő helyzetbe lettek hozva. Őket azzal honorálták, mert nagyon nagy szükség volt rájuk, ők is az SS jobbkezei voltak, és az SS jól bánt a saját jobbkezeivel, hogy jobbak az életkörülményeik. Ezt is leírja a Nyiszli. Leírja, hogy milyen jókat esznek, főleg abból esznek jókat, amit ugye a vonatokról össze tudnak gyűjteni. Mikor már a magyar transport ég, akkor ők a magyar transport cigarettáit szívják, és a többi, és a többi. Ebből sok minden fakad, amit tovább gondolhatunk. Az egyik az az, hogy ők azért gondolkodhattak egyáltalán kitörésen, meg fegyverbeszerzésen a partizánoktól, meg az egyik krematórium fölrobbantásán, meg tanúbizonyságtétel írásos rögzítésén, meg fotókészítésen, mert fizikailag jobb állapotban voltak. Mert az ő élelmiszeradagjuk nem úgy volt kiszámolva, hogy x hónap múlva elsorvadjanak. Ez az egyik dolog. A másik, hogy amikor a holokausznak
az etikai vonatkozásain próbálom gondolkodni, akkor két elképesztően fájdalmas és nehezen átgondolható pozíció van. Nem is szeretünk vele foglalkozni, annyira rettenetes. Az egyik a Sonderkommando, a másik a Judenrat. Tehát azok a zsidó tisztviselők a gettóban, akiknek az SS-szel kellett a kapcsolatot tartani, és esetenként dönteniük kellett arról, hogy ki kerül be egy transportba, ki marad. Ezek olyan extrém döntési és felelősségi, vagy tevékenykedési, vagy tapasztalati helyzetek, amik én azt gondolom, hogy egyfelől a lehető legsűrítettebben kifejezik az etikai borzalmát annak, ami történt, és másfelől meg tényleg azt gondolom, hogy nekünk is többet kéne foglalkoznunk ezekkel a szituációkkal. A Sonderkommandónak nyilvánvalóan az volt a mindennapos belső munkája, hogy végig tudja csinálni azt, amit csinál. És a Nyiszli erről is ír, hogy hogyan törődnek bele az érkezők abba, hogy nekik kell elégetni a holttesteket, hogyan törődnek bele abba, hogy nekik kell az aranyfogakat kitépni, hogyan törnek bele ebbe a rendszerbe, hogyan fogadják el a helyzetüket, hogyan vesznek részt benne. Van, amikor a Nyiszli erre reflektál, de én azt gondolom, hogy közben meg is mutatja magán. Vannak árulkodó bekezdések, amikor egyszerűen csak azt látjuk, hogy hogyan ír meg, hogyan beszél egy ember, aki bele tört ebbe a rendszerbe. Tehát én nem látom ezt egy ilyen konstans hősi ellenálló szövegnek. Én azt látom, hogy itt a legszörnyűbb dologba ugyanakkor be is darálódott egy ember, és megpróbál rálátni arra, ami vele történt. Sőt, az egyik ilyen Sonderkommando tag egy görög ember, akit mindenki kapitány néven hív, ezek a Sonderkommandók 4 hónapos terminusra lettek felállítva, és a 4. hónap végén ők maguk is megsemmisültek. És ez a kapitány nevű görög ember, aki már a saját családját is kikaparta onnan a hamuból, mint azt megtudjuk, valami limubán, nem tudom a gyógyszer nevét, abból sokat vett be, és ott van a halál és a élethalálnak a félútján, és a Nyiszli visszahozza kvázi az életbe, és akkor nagyon letorkolják őt ott a bajtársai, a sorstársai, hogy miért tette ezt, és a Nyiszli is tisztában van azzal, hogy lehet, hogy orvosként így kellett cselekednie, de amúgy jobban járt volna, hogyha az a szerencsétlen görög szépen elmegy, elalszik, és nem főbelőbe távozik majd. Úgyhogy ezeket a dolgokat is nagyon kiméletlenül tudja leírni. Úgyhogy a hősiessége, ha valahol, akkor a gyarlóságoknak a dokumentálásával vehető végig, azt hiszem. De nagyon szépen néha önmagát próbálja erről meggyőzni, hogy nem, tehát nyilván nem volt, tehát egyszerűen ennek az embernek nem volt más választása, de ezen nagyon szépen találom mondatokat, így a Sonderkommandósok nem embertelenednek el. Tehát, hogy... Igen, abban az értelemben nem embertelenednek el, mint a női baraknak a lakói, akiket fölkeres, amikor a feleségét és a lányát próbálja fölkutatni, mert aztán most minden nem csavar elnézést, hogy ezt mondom, mert mondunk a könyvről, de akiket ki is tud juttatni aztán a Auschwitzból, akkor bemegy egy női barakba, és kénytelen szembesülni, hogy nem emberi lények közelednek felé, és ő neki még van emberi tartása, meg emberi fizimiskája, azoknak a kreatúráknak pedig, akik ott a földben feltrengenek, pedig már nincsen. Torz alakok, igen. Most még Mengerrel kapcsán egy utolsó dolog, aztán leszállok róla. Amikor arról beszél, hogy kikben van emberség, meg kikben nem, és egy Mol nevű szadistát gyaláz, vagy nem tudom, akkor ezt írja. Mint orvos és mint szemtanú állítom, eleve fontos, hogy az orvosi pecsét az, ami legitimálja, tehát amikor a doktorbácsi tanár a pecséttel adja nekünk az igazolást, és orvosként legitimál minden mondatot. Mint orvos és mint szemtanú állítom, hogy ő a 3. birodalom legelvetemültebb, leghidegvérűbb, legelszántabb gyilkosa. Ez a Mol. Molhoz képest még Mengelében is pislákolt elvétve valami emberi, olykor-olykor előfordult, hogy a rámpán szelektálás közben észrevette, amint valamelyik erőteljes fiatal nő erőszakkal édesanyját követte a bal oldalra, ilyenkor durván leszívta és visszaparancsolta a jobb oldalra. Oberscharführer Musfeld, az első krematórium főlövésze is belelő néha még egyszer áldozatába, ha a tarkólövéstől nem halt meg azonnal. Hát, hogy hogyan lehet relativizálni a gonoszságot, és hogyan tud még ezen belül is valami minimális skálát tételezni, hogyha ez a skála tételezhető.
ez egy kérdés is akar lenni, hogy a Buszfeldet tekinthetjük-e relatíve a MOL-hoz képest emiatt egy paraszt hajszállal nem is jobb embernek, de mégis megértőbbnek vagy érzékenyebbnek? Én nem akarom, én csak... Én nem lennék olyan bátor, hogy erre választom. Én is azt hiszem, hogy ez mindenféle hagyomány. Hát, hogy erről a Nyiszi nyilatkozhat csak. Egyébként nyilatkozott, és Buszfeldet halálra ítélték egyébként, mert nyilvánvaló, hogy nem kellett megmenteni neki őt. Világos, igen, azt gondolom, hogy te pont erről van szó, hogy ezek azokkal a kategóriákkal, ahogy mi teszünk, mondjam, értékkülönbséget elkölti alapon embertársaink között, nyilván nem leírható, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. De ami nagyon érdekes volt megint csak, az ugye az, hogy a dolog az vége, mivel odafut ki, hogy, nem tudom, ezt el lehet mondani, tehát, hogy hazajönnek megérkezik a regénynek végén a felesége és a lánya az elbeszélőnek. És ezt nem lehet volna szabad elmondani, vagy? Most már minden, jó. És jó, csak meg nagyon nyeges hallgatás volt a... Oké. Okay. Nem emiatt. Szóval... Tehát nem emiatt hallgatni. Jó. És ugye akkor azt mondja, hogy és akkor talán mégiscsak van értelme, és majd most gyógyítani fogok, és azt, amit ott tettem, azt nem teszem többé. Vagyis, hogy ugye, mintha vissza lehet, és ugye előtte azt halljuk, hogy 2 millió embert követett végig a szemem, ahogy a transportok megérkeztek, és mentek a gázba, vagy milliókat. Ami azért egészen furcsa, mert ugye, hát mindig csak megfeszül azt a gesztus, és emiatt úgy dönt, hogy életben fog maradni. Ami tulajdonképpen észszerű döntés. Különösen akkor ugye, hogyha van két ember, akiről családfőként gondoskodnia kell. De hogy mégis, tehát, hogy ez a könyv másfél oldalon keresztül eljut attól az összegzéstől, hogy milliókat követtem. Követtem a szememmel, ahogy mentek a halálba. Attól, hogy és akkor ezen tud gyógyítani fogok és segíteni, vagyis, hogy ugye arra fogom használni a hivatásomat, amire letettem az esküvőt. Tehát, hogy ezek a szakadékok, amelyekben óhatatlanul benne vagyunk akkor, amikor erről beszélünk itt hihetetlenül látványosan megmutatkoznak, amikor gondolom semmi nem történt, az történt, hogy ez az ember azt az észszerű döntést hozta, hogyha úgy alakult, hogy megadatott neki, hogy ő is tanulja, és a közvetlen családtagjai is, akkor meg kísérel életben maradni, és valahogy elboldogulni a világon, ugye, és ehhez kell az, hogy ezt megalapozzuk, ezt a történetet, hogy és a harmadik birodalom, ugye, amelyik gigantikus tüzeket gyújtott, te is idézted, az kimúlt és elhamvadt ebben a tűzben, vagyis ugye az én örök mániám, hogy vagyis az mindez egy nagyszabású történeti véletlen volt. Irtózatos volt, persze, de lényegében olyan történeti véletlen volt, amelynek most vége. Ez nem az emberi állapot, hanem valamiféle kisiklás. Belőle ugye ez az, amiről a legkegyetlenebb túlélője, azt hiszem, Auschwitznak, aki közvetlenül utána lejegyezte az emlékeit. Ugye azt mondta, hogy van ez a nagyon szép dialógus. Az emlékszel, hogy szerettem, Platont írja az elbeszélő a kedvesének, ugye a fikció szerint a lágerben még. Emlékszel, hogy szerettem Platont, ma már tudom, hogy hazudott, mert a dolgokban nem az idea tükröződik, hanem a véres, verejtékes emberi munka. És így tovább, tehát mindaz, amiben hittünk, az nincs. Nem átmenetileg fel lett függesztve Auschwitzban, hanem visszamenőleg sincsen és érvénytelen. És bizonyos értelemben mindez visszavezethető a piramisokat építő rabszolgákig. A világ egyfajta természete az, és ez konstans és nem valami történeti véletlen, hogy Auschwitz természetű. És ugye ezt a szöveg természetesen elkerülni, mondom, abból az egyszerű belátásból kifolyólag, hogy Nyiszi Miklós úgy dönt, hogy élni fog. Ugye Tadeusz Balavszky másként döntött. És ez borzasztó érdekes, hogy miközben arról beszélünk, hogy vannak a holokausztnak szép írói, borzasztó kevés holokauszt életmű van. Tehát ugye ezek meglehetősen, hogy mondjam, közel vannak mindig a csendhez és az elhallgatáshoz, és ugye nem egy esetben pedig a legradikálisabb konzekvenciát vonják le, ami az elhallgatásból egyáltalán lehetséges, lehet, hogy öngyilkosok lesznek.
És ebben az értelemben azt hiszem, nem nagyon beszélhetünk. Hát tulajdonképpen egy nagyszabású kivételen, jó nem, nyilván sok nagyszabású, vagy legalábbis nem egy nagyszabású kivételen kívül, mármint a kertészén, amelyik egy valóban egy holokauszt életmű, egy túlélőtől, ugye ez is fontos. Szóval, hogy valamiképpen ezek soha nem, hogy mondjam, művészi ambícióktól fűtött tisztán művészi teljesítmények, és éppen ezért, hogy mondjam, szaggatottak, nem életmű jellegűek, nagyon sokszor egy, ugye, akit nem említettünk, egészen csodálatos szerző, a legfrissebb ilyen típusú erős esztétikai tapasztalata az a Piotr Gavics, ha minden igaz, akkor így kell ejteni a nevét. Az Ég vére című egy olyan két éve, körülbelül két éve megjelent, egészen nagyszerű, tényleg kivételes, csak a legnagyobbakhoz, szerintem csak a legnagyobbakhoz mérhető könyve, amelyik szintén ugye nem vált életművé. Tehát lényegében ez van, meg egy-két elszólt szöveg még ezen kívül, és ez jól megfigyelte máshogy is, ahogy ugye persze soha szép írói ambíciókkal nem rendelkező, Nisztlitől is tudom, mások szerint nem áll más állás szöveg rendelkezésünkkel. Nem, ez meg, amit a Nürnbergi felben. Ja, igen, a, igen, tehát a tanulvallomás. Én nem tudok ahhoz, hogy tehát amit elmondtál, az kvázi a, nem is tudom, a dokumentáció igényével született szövegeknek az összehasonlítása a holokauszttal foglalkozó szép irodalmi művekkel. Annyira nyilvánvaló, hogy a Nisztli melyik kategóriát célozta meg. Iszonyú sok kérdést hagy maga után. Végtelenül provokatív könyv, és nekünk kell tovább dolgozni. Alig értelmez valamit abból, tehát igazad van, alig teszi, mit tudom én, szellemtörténeti, teleológiai, akármilyen kontextusban azt, ami vele történt. Ő is lép, amire a Kertész Imre reflektál, olyan jó, hogy folyton kertészről beszélünk. Hogy mindenki mindig lépett egyet, mondja Köves, és a Nisztli is mindig lép egyet, és igyekszik ezeket a lépéseket leírni. Az, hogy közben mit jelent ez, hogy mindenki mindig lép egyet, tehát ez a sodródás a legrettenetesebb sors fele, arról meg azt gondolom, hogy az a mi felelősségünk, hogy ezt mint az emberi egzisztenciáról szóló nagyon erős és nagyon megalapozott megállapítást értelmezzük. Mind Gyuri, mint Eli nagyon szép zárszavakat mondott, úgyhogy mielőtt nem tudom megkérdezni neked itt, hogy te még szeretnél valamit mondani, zárszabad, mert én még majd valamit akarok, de akkor megkérdeznélek téged. Végül is csak egyetlen egy, hogy a Nisztlivel ezért dolgoznak. Tehát most az élet és sorsban a Grossman egész konkrétan ugye ezt a történetet a krematórium belülről, a túlélő kislány szemével. Tehát hogy azért ez megint egy nagy minden visszaköszön, de ez megint csak Teri jobban is van. Egyébként azt akartad megkérdezni, hogy a Nisztlit hogyan gondolják tovább esetleg? Ja. Mert mi kaptunk ugye ilyen előzetes e-mailt, hogy... Ja, ott volt ez is, igen. Hogy... És volt egy ilyen izgi kérdés benne, és hát igen, a Grossman, ami egy több évtizedes gigantikus mű, ami hozzánk most jutott el, az élet és sors, az ilyen szempontból nagyon fontos és őrülten érdekes. De hát a párhuzamos történetek, akkor hadd legyen ez az én zárszavam, hogy annyira el akartam mondani, hogy a nádas az, akit elképesztően érdekel a test, a fajelmélet testlátása, és a párhuzamos történeteknek az egyik szála az e körül forog, a párhuzamos olvasókönyvben emlegeti a Nisztli könyvet. Tehát, és valóban megkerülhetetlen az, hogy akkor tényleg mit gondolunk az emberi testről, magunkról, hogyha ilyen módon buncolható volt az emberi test.
zárszó. Én pedig egy olyan zárszót szeretnék mondani, amit a könyvolvasása közben vettem észre. Ugye Iszli, amikor egyedül már nem bírja a Monsteremben végezni a Mengelének a kívánság listáját, akkor maga mellé vesz néhány kollégát. Az is szerintem tanulságos, hogy ezeket hogy írja le, de mindenkinek magyar neve lesz. A második 50 év körüli köpcös, hajlott hátú, nagyon rossz arcú férfi, Fischer Adolf, 20 év óta a Prágai Anatómiai Intézet pontszolgálja. Mint cseh zsidó, már 5. éve a KZ lakója, a 3. dr. Körner József, nizai orvos, 3 éve KZ lakó. Ez a Körner József, ez olyan, mint a Verne Gyula, csak az, tehát, hogy a humanit, tehát a nyelv otthonossá teszi még ezt a szörnyűséget is ezekkel a nevekkel. Az első kollega, az pedig Görög Dénes, aki egészen ébenzéig követi a Miszléknek a kitörését. És akkor egy-két mondat még. Dr. Görög Dénes a Szombathelyi Egyetemi magántanár terminális formába jutott, tudatának zavartsága még hangsúlyozottabb, mint a krematórium időkben, már ott is gondot okozott betegségének leplezése. Mindent elkövettem, hogy Dr. Mengelével ne kerüljön szemtől szembe. Muszfeld is veszedelmes megfigyelő volt, előle is rejtegetnem kellett szegény. Percig sem maradt volna életben, ha kiderül, milyen állapotban van. Már a krematóriumban végrendelkezett és közölte velem kívánságait. Miklós mondott egy alkalommal, te a te akaraterőddel biztosan haza fogsz kerülni, de én érzem, nem érem meg a dolgok végét. Feleségem, lányikám itt pusztult el a gázkamrában, ez biztos, meggyőződtem róla. Egy kisfiút rejtettem el a kőszegi kolostor barátainál. Az én gyermekemet, 12 éves, Sándorka, vedd magadhoz, ha haza kerülsz, biztosan tudom, hogy meghalok, ez az én utolsó kívánságom. Megígértem Dénesnek, hogy kívánsága szerint cselekszem. Most Niszli Miklós, miután hazatért, nem kereste fel Görög Sándort. Ezt onnan is tudjuk, hogy Görög Sándor egy ma is élő vegyészmérnök, az MTA doktora, aki repkényszaggatás címmel megírta családja önéletrajzát és saját tudományos pályafutását is. Most egy másik kiadó könyvét reklámozom, ezt magvetősként ritkán teszem, de most megteszem. Az akadémiai kiadó adta ki felkavaró olvasmány arról, hogy egy szombathelyi, egyébként teljesen asszimilálódott katolikus család hogyan semmisül meg, illetve hogyan lett Sándorka élő, túlélő. Úgyhogy én ezt a motivumot szerettem volna. És ugye. Ez bizonyosan az a hőszerző? Ez csak 100%-osan. Úgyhogy azt hiszem, hogy az élet mégis csak megszabásodó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.